Na, sziasztok, én Alex vagyok. A mai videóban folytatni fogjuk a szituációkat realisztik módon. A következő a Suburban Extraction, amiben 50 HP-nak kell maradni a végén, kettő törhető barikádot vagy falat kell széttörnünk Bridge Charge-zsel, és meg kell ölni egy megvakult enemit. Mivel realisztik módon. És ez egy picit másabb amúgy, mint a többi, hát mint az előző szituáció. Mert itt túszt kell, hogy kiszabadítsunk. És itt mutatja a Bridge Charge-ot. Igen, hogy felrobbantjuk, igen. Meg a stunt, hogy eldobjuk, igen, bestunnolja. Mint elmondtam, kezdőknek nagyon jó, és Arena Hub szerzésben is a szituációk. És hát igen, ide ki kell vinni majd a hostage-et. Na, menjünk. Itt lesz egy ember. Hopp, ezt is szépen lekéseljük. Ezt itt berobbantjuk. Oké. Jó, megvan. Jó. Ez is megvan. Na. Most szépen eldobjuk a drónt. Amivel... Hol van? Ott van a gyerek. Hú te. Megrölök valahogy. Oké, megvan. Fú. Lehet picit félre spottoltam úgy. Folytassuk tovább, igen. Most ide lemegyünk. Jó. És ezt is megöljük. Nagyszerű. Oké, már nem kell sok. Jaj, megijedtem a hullától. És hogy biztosan bestunnolódjon amúgy az ember, az ide dobok egy stunt. Elmegy a karakter, hát ez hihetetlen. Gyere, hostage! Elmegyünk. Na, Alex, erre kéne menni, Alex. Jaj. Nem dobta el odáig, na mindegy. Gyerünk. Azért ki kell drónozni a helyeket. Na, az információ szerzésért. Jó, igen, erre van. Na, hiszen információ nélkül nem jó egyáltalán amúgy. Jó. Ide visszük. Jó. Hurrá! Na, ezt a szituációt is kivittük realisztik módon. Oké, na. 87 HP-nk maradt, igen. Volt egy vakember ott az elején, akit megöltünk. Meg ja, amúgy igen, sikerült. Akkor kiléphetünk. Hát akkor...
ez a videó is amúgy. Ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Jövő héten nagy valószínűséggel jönni fog a következő része ennek. Ne felejtsétek el feliratkozni, és lájkolni ezt a videót, ha még akartok ilyet. Én Alex voltam. Sziasztok!